Ugráló vár, gyöngyfűzés, csillámtetoválás és arcfestés, körhinta és más népi játékok. Bármit ki lehetett próbálni a kispesti gyereknapon. Mit csinálsz most éppen? Kukoricát örülök. Hogy kell csinálni? Hát, hogy ezt itt egy kar, bele kell rakni a kukoricát, amit leszettünk, és körbe-körbe tekerni kell a kart. Nehéz munka? Igen. Kenyeret lehet például sütni belőle, kukoricakenyeret? Igen. Mit kellett még csinálni hozzá? Szitálni, és meg le kell szedni a kukoricáról, ami meg van keményedve, és ezt leszedjük. Kicsit nehezebb, mint amikor megveszed a boltba, igaz? Igen. Mit próbáltál még ki itt a gyereknapon? Hát még sem. Hát csak a célba lövöldét, meg itt fel kell állni rá is az a lépket, mert még csak most jöttünk. És mit szeretnél még kipróbálni? Nagyon sok mindent. Mi mindent próbálhatnak ki a gyerekek a népi játszóház keretében? Van népi körhintánk, fa körhinta, ott láthatjátok, nagyon szeretik a gyerekek. Van kukoricafeldolgozás különböző fázisain átmenő játszóházunk. Lehet darálni kukoricát, morzsolni, szitálni. Vannak különböző ügyességi játékaink, babakonyha, báb előadásra alkalmas terület. Szeretik még a népi dolgokat a gyerekek? Visszanyúlnak a mai modern játékok mellett a népi hagyományos eszközökhöz? Én azt gondolom, hogy nagyon leköti őket. Igen, az újdonság erejével hat rájuk egy-egy ilyen állomás. Volt olyan budapesti helyszínünk, ahol például a gyerek még nem látott héjas diót. Itt nálunk azt is kipróbálhatja a diós játékunkkal. A Kenderkóc népi játékai, a kerületi rendőrkapitányság munkatársainak foglalkozása, a pónilovaglás és a kispesti állatvédelmi járőrszolgálat bemutatkozó sátra mellett idén népszerű újdonság volt az óriás labda, amelyben párosával lehetett az egyensúlyt megtartva gurulni. Játszva tanulni, az első kispesti kert és a kvízkaland foglalkoztató sátrainál interaktív feladatok várták a gyerekeket. Mi mindennel várja az első kispesti kert a gyereknapra kilátogatókat? Mindenféle dolgokat hoztunk a közösségi kertből, gyurmát, amit otthon készítettünk, tesztlapokat, növénykártya ismeretet, komposztálót, és hát a rizsből kiszedő különleges dolgokat pácikával. Mi az, amit ebből tanulhatnak a gyerekek? Úgy, hogy közben játszanak is, hiszen a gyereknap azért a játékról szól. Hát a gyurma az alapból játék, a rizs kiszedésben koncentrálnia kell. A tesztek a tudást mérik. A növénykártyák felismerik azt, hogy milyen növényt lát, hogyha milyen a padlizsán például. Gyakorlatilag igazából csak a közértbe láttak ilyeneket. Mi az, amit a tesztben kérdeznek a gyerekektől? Különböző korosztálynak van, alsó tagozatnak, felső tagozatnak, sőt középiskolásoknak is. Például megkérdezzük azt, hogy melyik erős növény, felsorolod a borsót, a paprikát, vagy melyik lehet erős növény, és akkor felsorolsz három növényt, abból kell kiválasztania, hogy melyik erős. Vagy olyan kérdést, hogy milyen gyakran fogyasztasz gyümölcsöt. Ott is három válasz lehetőség van. Évente? Havonta? Vagy naponta? Ilyen kérdéseket teszünk föl. Az idei kvízkalandra mi érkezett a kispesti gyereknapra? 100 kvíz kérdés, mivel Kispest város 100 éves, ezért van egy zsíros bödönünk, abban van 100 kérdés, amiből 20-hatnak a gyerekek, vagy akár a szülők is, vagy közösen, és akkor a válaszokat pedig egy ilyen nagy molinóra fölírhatják, fölrajzolhatják, és ebből lesz a nap végére egy gondolattérképünk, amin csupa kispesti érdekességet lehet majd elolvasni. Illetve akinek van nagyon sok ideje, meg kedve, annak készítettünk egy sétálólapot, amin egyszerűen körbe sétálja a játszóteret, és csak megfigyeléseket kell tennie, és ezeket utána elmondja, és akkor itt a gyerekek fölrajzolhatják a kedvenc játékszerüket erre a gondolattérképre. Egy-két kérdést mondjunk a 100-ból. Hát húzzunk, jó? Na, például húzzunk egy kérdést. A zöld színű papíron ott helytörténeti kérdések vannak, és itt mindjárt az a kérdés, hogy ki kezdett házhelyeket parcellázni a mai Kispest területén 1869-ben,
és három válasz lehetőség van, hogy Herik Károly, Cséri Lajos vagy Sárkány József. Na ki? Hát reméljük Herik Károly. Így van, így van, így van, de semmi baj, ezt nem kell tudni, mert egyébként van egy, készítettünk egy ilyen megoldáslapot, és ezt akárki is keresheti rajta, tehát nem kell senkinek úgy éreznie, hogy ő nem tud, nem elég járatos, hanem pont az a lényeg ennek, hogy megtudnak egy pár érdekességet Kispestről. Az önkormányzat munkatársai a mostani gyereknapon a klímatudatossági programok Kispesten elnevezésű program keretében hoztak a témába vágó tesztkérdéseket a családok számára. A kérdőív a klímaváltozásról szól, rákérdezünk, hogy a lakosok ugye mit gondolnak, mennyire tartják ezt fontosnak, és arra is rákérdezünk, hogy támogatják-e azt, hogy az önkormányzati energiatakarékos beruházásokat hajtson végre a következő időszakba. Mik a tapasztalatok? Nagyon jók a tapasztalatok, hál' Istennek, szinte 100% támogatja azt, hogy ilyen beruházások valósuljanak meg a következő időszakba. Mikre kell gondolni, és mit tud az önkormányzat tenni? Tehát miken gondolkodnak, milyen tervek vannak? Hát itt elsősorban ilyen energiahatékonysági dolgokra kell gondolni, mint például óvodáknak a korszerűsítése, vagy parkosítás. Hát gyakorlatilag az, ami a gyerekeknek is a jövőjét nagyban meghatározhatja. Ezeken a kérdéseken a hétköznapi élettel kapcsolatban mire kell tudni válaszolni, és tudnak-e? Tudnak, úgy állítottuk össze a kérdőívet, hogy a gyerekek is meg tudják válaszolni, nagyon egyszerű igen, nemes vagy rövid felelet választós kérdéseket tartalmaz. Egyet-kettőt mondjunk. Például azt, hogy egyetértenek azzal, hogy a klímaváltozás napjainkban a legnagyobb kihívás jelenti Magyarországon, meg úgy ámblokk a világon, meg az, hogy támogatják az önkormányzatot abban, hogy ilyen beruházások valósuljanak meg. A tombolán a megszokottól eltérően az önkormányzat ajándéka most két meglepetés díjjal is bővült, hiszen az ajándékcsomagokon, a felajánlott játékokon és könyveken túl két elektromos rollert is kisorsoltak a gyerekek a fődíj kerékpár mellett, Gajda Péter polgármester és Vincek György alpolgármester közreműködésével. A színpadon a Veronaki zenekar, a Sylphid by Arts műhely, Barna Zsombor Batuká bábműsora, a Mágnes Színház növendékei, illetve Kuna Vali és testvérei interaktív fúvós koncertje szórakoztatta a családokat.